hiszen ezen a csaknem 1200 fényképen 651 megszemélyesített emberi arcot sikerült azonosítani. Ezt mondta a kötet szerzője Kelbert Krisztina történész. A hatalmas mennyiségű nyersanyag legnagyobb része a Knevel fényképész dinasztia hagyatékából származik, emellett a szombathelyi zsidó családok leszármazottainak féltve őrzött fotográfiái is helyet kaptak a könyvben. Az én tudomásom szerint ilyen fantasztikusan gazdag történelmi anyag nincsen sehol. És szerintem ez tényleg nemzetközi szinten is páratlan. Lehet, hogy van valahol még Európában valami hasonló, de az biztos, hogy páratlan. És úgy látom, hogy itt a szombathelyiek, a szombathelyi hitközség és a múzeum munkatársai, a szakértők, akik ezzel foglalkoztak, rendkívül hozzáértően nyúltak ez a kérdéshez. A magyar és angol nyelvű gazdagon illusztrált kiadvány tervezője és kiadója Kassai Ferenc grafikus művész. A kötet a Szemtől Szemben című kiállítás anyagának alapján készült, a friss kutatási eredményekkel kiegészítve. Régi álma volt már a zsidó hitközségnek, a közösségnek, hogy a feledésre ítélt két háború közti zsidóságot újraélessze. Régi vágyunk volt, hogy valamilyen módon megemlékezzünk róluk, méghozzá név szerint, pontosan a gettósítás után történt elpusztításukról. A 600 oldalas könyv 80 évnyi történelmet ölel át, megörökíti azoknak a Szombathelyről elhurcolt embereknek a nevét is, akik nem tértek vissza a náci haláltáborokból. Én ismerem körülbelül a magyar vidékről szóló beszámolókat, könyveket, a föltérképezését a magyar zsidóság múltjának. Ez a legkomprehenzívebb, összefoglalóbb, szakmailag is teljesen megfelelő kötet, amelynek a készítői sokat tudnak arról, egyfelől, hogy mi a múlt, másfelől, hogy a látvány megjelenítése az élővé teszi azt, ami teljesen elmúlt. A könyvemutatón Kocka Tibor alpolgármester kiemelte, a szerzők gondoskodtak a szombathelyi zsidó közösség múltjának, emlékeinek megőrzéséről. A Szemtől Szemben című kiállítás a Zsidó Kultúraházában előzetes bejelentkezés alapján látogatható.